Engem mindig is az emberi csoportok együttműködése izgatott. Győzelemre törő sportcsapatok játékosa, majd edzője voltam, mégsem egyszerűen a győzelem érdekel, hanem az út, ami oda vezet. Hogyan lehet elérni, hogy ne csak magunkért, hanem egymásért is játszunk? A robbanás és az utána 3 hónapig ömlő olaj máig ható károkat okozott a természetben. A Deepwater Horizon ma 1500 méter mély hullámsírban nyugszik. Esett tanulmányunk megmutatta, hogy mi történt, és mi nem történt a közvetlen végrehajtó szinteken. Vajon mi okozhatta az együttműködés hiányát? Mik voltak az érdekek, amelyek elvakították a résztvevőket, nehezítették az együttműködésüket? A különböző érdekek a középvezetői szinteken ütköznek. Ott találkozik tulajdonosi, felsővezetői elvárás és a megvalósíthatóság. Ezúttal az alapos odafigyelés és az együttműködés hiányzott. Az együttműködés egyik leggyakoribb akadálya, hogy természetünknél fogva territoriális lények vagyunk. Szükségünk van személyes térre, ahol többé-kevésbé szabadon cselekedhetünk. Megvalósíthatjuk az elképzeléseinket, az ambícióinkat. Tudatosan és tudattalanul is védjük a mozgásterünket. Sokszor saját érdekeink ellenében is. Mert a terület, az integritás védelme csőlátást okoz. Ez a vállalati egységekre és együtt dolgozásra ítélt vállalatokra is igaz. A hunting territory módszer az emberi viselkedés rendszerszerű megközelítése.